nagyon aranyosak, meg délutánonként, nagyon, amikor bogarásznak, mennek ugye rovarokat, meg mit tudom én, itt szana széjjel vannak, de nem, tehát nem jönnek oda az emberhez, mert félnek. Tehát ha én elindulok, akkor fölrepennek és fölmennek a fára, tehát nem szelidek. Nemrégiben ismét kétlábú ritkasággal gyarapodott a szegedi vadaspark állománya. Magyarországon mindössze három állatkert büszkélkedhet skallát ibiszekkel. A madarak Szegedre érkezéséről és a legfőbb tudnivalókról Mennyhárt Anikó gondozóval beszélgettünk. Németországból érkeztek, gyereknapkor kapták meg az új kifutójukat, ők apró halon élnek, és egy speciális tápon, ami magas koncentrációban tartalmaz rákot és fehérjét, ettől kapják ezt a nagyon szép színt. Dél-amerikai állatok ilyen vizes, mocsaras vidéken élnek, puha testűekkel táplálkoznak, apró halakkal. Kolóniákban élnek, mert ugye ragadozókat hamarabb észreveszik, nehezebbek őket megfogni, és egy hímhez több tojó is tartozik. A skallát íbiszek leggyakrabban a színük miatt közkedveltek a látogatók körében. De vajon minek is köszönhetik színpompájukat? Rákot és fehérjét. Tehát ez egy ilyen teljes értékű tápanyag, ez egy ilyen kis golyócskában kapják, bizonyos mennyiségben meg van szabva, hogy mennyi kell naponta, és ezt minden nap megkapják, és ettől alakul ki ez a gyönyörű szín rajtuk. A kicsinyeknek más a színe? Igen, ők sötétebb színűek, és ahogy idősödnek, úgy alakul ki náluk is ez a szín, meg nyilván a táplálékot, hogy eszik, mert sok állatkertben kifakulnak, mert nem mindenhol kapják meg ezt a tápanyagot, mert ez sajnos csak speciálisan külföldről hozzák be ezt a táplálékot. Szaporodtak már itt nálatok? Nem, de szeretnénk, hogyha szaporodnának. Most kikerül, ugye még a kifutót meg kell ismerniük, meg kell szokniuk, meg nagyon félénkek, tehát nagyon félnek a látogatóktól, nagyon sokáig megriadtak, tehát még nem érezték magukat biztonságban, most kezdik belakni ők a kifutójukat. Música